Ma se tudom magamat túltenni rajta. Valahogy tudom, hogy nagyon jó helyen van. Tudom, hogy nagyon jó bánnak vele. Szeretik, mindent megkap. De valahogy a lelkem egyik fele nem tudja. Nem tudja elfogadni. Én 2004-ben jöttem nyugdíjba, férjem 2005-ben. Úgy gondoltuk, hogy nagyon szép lesznek a nyugdíjas évek, jöttünk, mentünk is egy jó pár évig. Utána jött egy olyan eset, hogy el kellett mennünk a barátainkhoz. Ez volt 2012. július táján, és megkérdezte, hogy ugyan már merre menjünk. Meg voltam döbbenve, hogy miért, hogy merre menjünk, mert ezt hozzá kell tenni, hogy az ő foglalkozása éjszakai ügyeletes orvos mellett volt, tehát ismert minden utcát, keresztó, kasó, tehát eddig nem volt probléma. És abban a pillanatban én rögtön elmentem a körzeti orvoshoz, és mondtam, hogy mi a helyzet. Ő egy nagyon rendes körzeti orvosunk van, hál' Istennek, és rögtön elküldött minket egy mindenféle vizsgálatra, pszichológus, neurológus, kivizsgál, stb. Stb. És 2013 elején megállapították már, hogy középsúlyos demens. Tehát az azt jelenti, hogy már én is későn vettem észre, mert ugye ez már annyira kirívó eset volt, de gondolom előtte azért voltak olyanok, amire úgy igazándiból nem figyeltem fel. Uh-huh. És utólag, amikor már kiderült, hogy miről van szó, akkor vissza tudtad idézni, hogy mik voltak az első jelek? Sajnos nem. Azért nem, mert gondolom annyira kirívó esetek nem voltak, mert autót vezetett, addig nem volt probléma. Külföldre is jártunk, addig se volt probléma. Itthon házat építettünk, ezt például mi építettük, tehát nem volt semmi probléma. Mondom, ez volt a legnagyobb, amikor rájöttem azt, hogy hát mi az, nem tudunk közlekedni. És innentől kezdve aztán 2015-ben megszüntettük az összes a jogosítványát is, mindent, kocsit a lányom használja azóta is. És hát ugye folyamatosan szépen lassan romlott, ugyan kaptunk ilyen, hát ilyen csökkentő gyógyszereket, amit rendesen szedtünk. Ő jött, ment, biciklivel is elment, nagyon sokat ment ki Rákos Csabára, mert ők ott laktak. És két alkalommal előfordult, hogy nem jött haza időben, mert körülbelül tudtam, hogy mennyi az idő, és rendőrök hozták haza. Na, innentől kezdve aztán láttam, hogy ez már tényleg súlyosbodik, és eljött sajnos 2019, amikor elment egyik reggel itthonról, és nem jött haza. Kerestük mindenhol, kutyával is kerestettük, mindenkivel, 4 napig nem került elő. 4. nap telefonáltak, hogy megvan a férjem, Gödöllőn találták meg, az Erzsébet parkba, és utána bekerült kórházba 1 hétig. Na most ezt hozzá kell tenni, hogy október volt, és mondta az orvos azóta szerencsénk, hogy nagyon enyhe október volt, de még egy napot nem bírt volna ki, kiszáradás, fagyás, stb. Stb. Egyetemisták találtak rá, úgyhogy nagyon rendesek voltak, rögtön szórtak. Ja, és ami a lényeg, volt rajta egy karkötő, mert akkor, amikor elkezdett így kóborolni egyedül, akkor én találtam egy fórumot az interneten, ahol ilyen karkötőt ajánlottak, rögtön csináltattam is neki. Név, cím, korisme, vérkép, stb. Stb. Telefonszámok, és ennek a telefonszámnak az alapján találtak meg végül is bennünket. Sajnos, hogy megtalálták, teljesen kifosztva, karórája eltűnt, egy szál alsónadrágba, hogy került, mind került, senki nem tud semmit. Amikor eltűnt 4 napra, arról semmit nem tud. Az ég adta világon semmit. Az úgy kiesett. Arra sem emlékezett, hogy elment. Semmit. De innentől kezdve kezdett az állapota rohamosan romlani. Na, akkor jutott eszembe, hogy jó, akkor itt mese nincs, előbb-utóbb ezt én nem fogom bírni. Ugye akkor pelenkás is lett. Na, mondom, akkor keresünk otthont. De akkor még volt olyan állapotban, hogy meg tudtam vele beszélni, hogy nézd, tényleg te beteg vagy, és tudomása volt a betegségéről. Tudomása volt, tudta, hogy mindent elfelejt, semmit nem talált, és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor keresünk olyan otthont, ahol téged fognak ápolni, gondozni,
orvos is lesz, és én úgy is fogok dolgozni. Mondta, jó, semmi probléma. Na, akkor kerestem az interneten, fölmentem a nyugdíjasotthonok.hu-ra, és néztem azt, ami szimpatikus, elmegyünk, megnézzük. Hát katasztrófa, mert sok olyan helyen voltam, ahova hát sajnos egy hangyát nem engednék be, de úgy hirdették magukat, hogy alzheimeres, demens embereket is fogadnak. Ezek szociális alapú intézmények voltak, vagy volt közte olyan is, ami alapítványi, vagy magán? Ez például éppen egy alapítványi volt, ami nem is volt olcsó, mármint a napi díja se volt olcsó, és azt sem tudták, mi az, hogy alzheimerkor. Mert akkor elkezdtem mondani, hogy hát most ez a helyzet, el tudják-e látni, és láttam, hogy furcsán néznek rám, mondom, miért? Hát mondom, így van meghirdetve, hogy alzheimeres, demens betegeket is ellátnak. És az volt rá a válasz, hogy igen, mert akkor könnyebben jönnek, és többen jönnek jelentkezni. És innentől kezdve sarkon fordultunk, és újra jöttük mind a szél. És ezekre a helyekre volt, hogy a férjeddel együtt mentél? Mindig együtt mentünk. Mi mindenhova együtt mentünk. Akkor, amikor kijött a kórházból, akkor így egyedül már sehova nem lehetett elengedni, akkor kezdtük azt, hogy bezártuk a kaput, hátul is van, lát meg itt is van, kaput bezárni, nehogy véletlenül is kimenjen, és mindenhova együtt mentünk. Én mindig azt mondtam neki, hogy tudod, mit olyan, hogy mindegy hátizsák. Fölveszek a hátamra, elviszlek, leültetlek, megvársz, hazaviszlek, kész. Csináltam egy kis cédulát, amire ráírtam az ő nevét, születésedátumát, stb. És hatalmas nagy betűkkel fölírtam, hogy alzheimer-koros, mindenhova csak velem tud menni, mert egyedül semmit nem tud. És én bárhova mentem, ezt rögtön odanyomtam, elolvastak, és innentől kezdve én mindenhova el tudtam kísérni. És mondom, hogy orvoshoz is semmi probléma nem volt, simán el tudtunk menni, mindenhova elmentünk, MRI-től kezdve bárhova, simán be lehetett dugni abba a lukba, engem ugyan be nem lehetne dugni oda, úgyhogy ott is voltunk egy párszor, semmi. Nem volt mindegy, egy gyerek, egy szófogadó gyerek, jött, nem, kész. És ez szerinted az ő személyiségéből következett, vagy ennek az is része volt, hogy ő megbízott benned? Én szerintem mind a kettő. Szerintem mind a kettő. Azért 55 év az 55 év, előtte 6 évet jártunk együtt, az gyakorlatilag már 61, és sokkal többet éltünk együtt, mint egyébként. Lehet, hogy én jól tudtam kezelni toleranciával, meg tudtam, hogy mikor, hogy kell hozzászólni, vagy mit, hogy kell kérdezni, ami esetleg nem sértő, nem bántó, vagy úgy kérdezni, hogy meghagyjam neki a választási lehetőséget. És hogyha végül is nem tetszett, akkor próbáltam, hogy meggyőzni, de talán ez mégse így lenne jó, hanem úgy lenne jó. Akkor, amikor kiderült róla, hogy mi a helyzet, hogy alzheimer-koros, akkor én nekiálltam bújni az összes létező olyan portát, ami csak van. Én akkor tisztában voltam vele, hogy előbb-utóbb el fog jönni az a helyzet, hogy nem ismer meg. Aztán nem is tudom, egyszer kint beszélgettünk, és rákérdeztem, hogy na és tudod, hogy ki vagyok? Rám nézett, hát persze, na és ki? Hát a barátnőm. És én akkor jöttem rá, hogy ő már visszament tulajdonképpen abba az időbe, amikor mi még megismerkedtünk. Én nem is hívtattam tovább, elfoghattam, jó barátnő, készen van intézve. De az az érdekes, ugyanakkor tudja, hogy valami ismerős vagy bárki, mert azért néha kimutatja, simogat, fogja a kezemet, szorongat, puszilgat, tehát valami érzelmi dolog azért van. És a másik, hogy azt kell elfogadni, hogy amíg egy kisgyerek, azt tudom, hogy igen, fejlődni fog szépen. Na most itt a fordítottja van. Szépen visszamegyünk oda. Sajnos ez van. És akkor beadtuk a papírt a Bajcsi Zsilinszky úton, három otthont megnevezve. Az első olyan volt az Otthoni Ház, akkor a Kamaraerdő, és Kőbányán van szintén egy ilyen otthon, ami szintén nagyon szimpatikus volt. Na most nem csak az otthont, hanem tulajdonképpen azt is megnéztük, hogy mi az ellátás, kik foglalkoznak vele, mennyire szimpatikusabb, mert szerintem az nagyon sokat számít az első benyomás. És így jött ki ez a három. Mindenhonnan megkaptuk a visszajelzést, ki is jöttek,
egy is beszélgettek, ugyan engem nem hallgattak meg, hanem férjemet hallgatták meg Gödöllőről is, de mindenhova megkaptuk a visszaigazolást, hogy elő van jegyezve. És akkor, amikor hát, utána tényleg érdekes módon rohamosan kezdett romlani, és én a napi 24 órát egyszer magammal segítség nélkül egyszerűen nem bírtam. Családból nem segített senki? Nem is tudtak segíteni. Nem tudtak segíteni, gyerekeim elváltak, lányom 4 gyerekkel, fiam 2 gyerekkel, és sajnálatos módon ugyanakkor, amikor férjem eltűnt 2019-ben, fiamnak akkor halt meg a felesége. Úgyhogy neki ott maradt 2 gyerek. Egyszerűen nincs se az állam, se senki. Mert én próbáltam például akkor kérni ilyen betegtámogatást vagy segítve, nem is tudom, hogy minek hívják ezt az ápolási díjat. Ápolási díjat. Hát úgy elutasítottak mind a szer. Hogy? Hát, de tényleg elmentem a végsőkig, mert hogy ez nem fogyatékosság. És én próbáltam megmagyarázni, hogy ember, mi az, hogy ez nem fogyatékosság? Mi az, ha ez nem az? De akkor már diagnosztizálva volt. Igen, mindent papírt becsatoltam, az ég adta világon. És azzal jött vissza, hogy ez nem fogyatékos, és miután nem fogyatékos, benne írták a paragrafust és minden, hogy ez csak a fogyatékosokra vonatkozik. No, akkor miért nem lehet például azt átírni egy kicsikét? Mert most már... Aztán nagyon sok ember azt mondta, hogy hát mit vagy annyira oda? Mondom, tudod mit? Semmi gond. Megkapod hétvégre. Próbáld már meg ki, hogy ez egyáltalán micsoda, vagy fogyatékos, vagy nem fogyatékos, hogy mennyire lehet bírni. A sürgősségi kérelemmel együtt vártunk 2,5 évet, hogy egyáltalán bekerüljön. És akkor ugye megjött a papír, hogy XY időbe költözhetünk. Hát az ezen kicsikét mellbevágott, mert tudtam, hogy el fog jönni az idő, de... Az XY idő mit jelentett? Megkaptad a levelet, és a levél dátumozásához képest... 1 hét. Az komoly. 1 hét. És akkor leültem, és azt mondtam, hogy jó, és akkor most, és akkor hogy tovább? És mondom a fiamnak, mert tulajdonképpen hát a fiammal mondjuk jobb a kapcsolat, és olyan nagyon apa szerető, és tényleg leültünk, és beszélgettünk, és mondtam neki, nézd meg, itt a papír, mehetünk. De igazándiból valahogy nem fogadja az egyik lelkem, hogy menjen, a másik meg, hogy maradjon. Hát mondom, valahogy választani kéne. És közben megkérdeztem a Szilvit, hogy mi van akkor, ha nem megyünk. Azt mondja, hát 1 hónapig tudják tartani a helyet, de úgy, hogy ki kell fizetni. És mondom a fiamnak, hogy ez a helyzet, azt mondja, nézd, anyu, most teljesen mindegy, hogy 1 hónappal előbb vagy később. De te nem fogod bírni. És azt mondja, akkor mit fogsz csinálni? Akkor megint kezdünk előről helyet keresni. Na, ez volt a döntő, és akkor férjemet összepakoltuk, és vittük. Ez most pontosan jövő hónap, július 13-án lesz 1 éve. 55 éves házasak vagyunk. 55 évet azért nem lehet úgy felrúgni a világba, hogy most akkor te most ott, én meg itt. És még mindig hiányzik, szóval vannak olyan percek, olyan gondolatok, hogy ülök benne a szobába, és úgy érzem, hogy mögöttem ő ott fekszik. Nem tudom, lehet, hogy pszichológushoz kéne mennem, fogalmam nincsen, de iszonyatos lelkiismeret furdalásom van. És mindenki mondja, hogy ne legyen, mert mindent megtettél. Hát végül is éveken keresztül, addig, ameddig bírtad. Tudom nagyon jól. Azt is tudom jól, hogy ha velem valami történt volna, akkor nem tudom, hogy velem mi lett volna. Mert akkor ki viszi be, hova viszi be, mit csinálna. Tehát így gyakorlatilag, hogy úgy érzem, 2 életét mentettem meg. Próbáltam azt a bizonyos keresztfeltől szokták mondani, bal oldal, jobb oldal, írt föl ide ezt, írt föl oda azt. Igen, fölírtam, mert az utolsó időben is már a fürdetés nagyon nehezen ment. Nem tudott beállni a fürdőkádba. Ott is eszembe jutott akkor, hogy lehetne még segíteni, hogy még tovább lehessen, át lehetett volna alakítani. De hát azt mondja, erre már nem került sor. De csináltam. És az az oldal jött ki, hogy igen, ez a jó.
meg én sem bírtam volna, mert tényleg nem bírtam volna. Hát lefogytam 47 kilóra, elfúj a szél, nem merek kimenni, amikor orkán van. De szóval nekem csak a lelkem. Bocsánat. Igen, az arra vigyázz. Igen, szóval nekem a lelkemmel van gond. Ezt nem tudom, ezt egyszer nem tudom feldolgozni. Szóval nagyon sokat kell nekem mondogatni magamnak, hogy igen, jó helyen van, stb. Gyakorlatilag, hogy úgy mondjam, úgyse tudja, hogy hol van. Neki az a természetes ott, ahol van. Mert beszélgetni már nem lehet vele, évek óta nem ismer meg egyébként, nem tudja, ki vagyok. Tehát ő abban a környezetben nagyon jól érzi magát. Én akkor döntöttem el, hogy nekem dolgozni kell menni, amikor ő beköltözött júliusban az otthonba, és nem találtam a helyemet. Én jöttem, mentem, témferegtem, négy fal. Ugyan én olyan vagyok, én egyedül is elmegyek, mert az Erzsébet-ligetben nagyon sokat kimentem, sétáltam, nem zavart, hogy egyedül voltam, elmentem a különböző előadásokra, na de mondom, ez így nem megy. Ez az a nap 24 óra, ez nekem nem megy, és elkezdtem keresni állást, és utána szeptembertől én dolgozom. Jó helyen vagyok, szeretnek, fiatalok között vagyok, és nincs az, hogy itt ülök a négy fal között, és csak azon rágódom, hogy Istenem, most akkor mi van, meg mi történt, meg csak rágondolok, semmi. Ott én mindent elfelejtek, kikapcsolódok, hazajövök, hát akkor néha vannak egy kis problémák, de azt úgy próbálom kicsit eltenni. Úgyhogy dolgozom. Van ismerős barátom, akinek a férje hát nagyon ez irányba halad, és én múltkor beszélgettem vele, hogy esetleg netán kivizsgáltatni vagy valami. Nem, nincs róla semmi. Ugyanakkor tudja nagyon jó, szintén feledékeny, már visszavonták a jogosítványt, ezt már elintézte, tehát maguk az emberek se akarják elfogadni. És szerintem keveset is tudnak róla. Na most ehhez valamilyen fórum kéne, de hát az állam se igazán foglalkozik ezzel a betegséggel. Pedig nagyon sokan van. Ott van most a Bruce Willis, akit most ugye annyira fölkaptak, és mindenki oda van meg vissza. És nem az egyetlen. Csak ez valahogy többet kéne beszélni, valami fórumot találni, vagy nem tudom. Ezért próbáltam én is, hogy a kerületben most már ott tartozunk, hogy ez a hozzátartozói csoport megvan, és próbálom ezt a napközét, de hát egyszerűen szóba se akarnak állni. Halogatják, most nincs ez hely, most nincs az hely, most volt a Covid. Nem akarásnak nyögés a vége. Ez a vége.